Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Autonómia. Önálló marad a Bocskai Gimnázium. Fellépés, örök mozgásban cini táncosai. Születésnap, 30 éves a Hegyalja kapuja, mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők egyesülete. Az Egri Főegyház megye nem valósítja meg az idén szeptemberre tervezett összevonását. Az érsek döntése alapján önálló marad a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola is. A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolát 2012-ben, míg a Bocska István Katolikus Gimnáziumot 2013-ban vette át fenntartásba az akkori igazgató kérésére az Egri Főegyházmegye, a pedagógusok, a szülők és a diákok támogatása és akarata szerint. Szerencsváros önkormányzata támogatta az iskolák kezdeményezését és arról döntött, hogy átadja az intézmény fenntartói jogot az Egri Főegyházmegyének. Az eltelt 10 esztendőben az új fenntartó biztosította az eredményes neveléshez és oktatáshoz a személyi feltételeket, a korszerű eszközöket, a gazdasági és pénzügyi hátteret, irányítja a szakmai tevékenységet, gondoskodik az épületek karbantartásáról is. Az Egri Főegyházmegye képviseletében Ternyák Csaba érsek úr május 3-án elektronikus levélben tájékoztatta arról Nyíri Tibor polgármestert, hogy 2022. szeptember 1-től a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumot, valamint a Bolyai János Katolikus Általános Iskolát összevont több célú, szakképző technikumi feladatokat is ellátó köznevelési intézményként kívánják tovább működtetni. Az átszervezés céljáról szólva az érsek atya kifejtette, hogy szerencsén az egymás mellett párhuzamosan működő két katolikus iskola, később kiegészülve az épülő új katolikus óvodával, egységes rendszerben egymást segítve, a kialakult együttműködési formákat erősítve, a szakmailag továbbra is önálló szervezeti egységei növeljék az összevont intézmény vonzerejét és versenyképességét. Az összevont közös intézményeknek tudjuk azt, hogy egy neve van. Lásd például, kicsivel odébb ott van a szakképzési centrum, tehát egy olyan hosszú és bonyolult neve van, nyilván törvényi előírásoknak megfelelően, amiben elveszlik az iskolának a neve. Az egyik legfontosabb a 68 év alatt, hogy mint a Bocskai, a Szerencsi Bocskai, mint mozgósító intézmény név megjelenjen. Válaszoltam érsekatyának, amiben ezek az általam fontosnak tartott szempontok megjelentek. Többek között az első, hogy akkor, amikor 12-ben és 13-ban döntött a képviselőtestület arról, hogy átveszik a Bolyait és a Bocskait, akkor a szülők, diákok és a pedagógusoknak a véleménye volt az elsődleges. Tisztelettel kértem érsek urat, hogy most is vegyék figyelembe, hiszen igazgató úr, Jakab Tamás igazgató tájékoztatása alapján, tájékoztatója alapján ezek az egyeztetések megvoltak, és majdnem mind a három szervezet, a diákok és a szülői 100%-osan az összevonás ellen voltak, és hasonló képet mutatott, mint 12 év végén a 13-as összevonásra a pedagógusok is, kettő tartózkodott, egy igennel szavazott, és a többi, a döntő többség nemmel szavazott az összevonásra. Tehát ha akkor azt hangzott el, hogy legalább 70%-at el kell érni az iskola egyházi fenntartásba a vételkor, akkor legyen most is a szülői, diák és pedagógus vélemények figyelembe véve maximálisan. Ugye demográfiai mélypont van, tudjuk azt, hogy szerencsén 3 évvel ezelőtt kezdett az 51 néhány gyerekről a születések száma, most közel 80. De amikor ez a dolog megtörtént a 12-13-ban, akkor több mint 100 gyermek született.
és ez nem csak szerencse igaz, hanem arra a 40-50 ezeres agglomerációra, ahonnan a Szerencsi Gimnáziumnak a beiskolázási körzete van, sőt, ha a rendészeti tagozatot nézzük, akkor még nagyobb, akkor lehet mondani a néhány megyét, mert Szabolcsból is jönnek, határon túl is jöttek, és a szomszéd megyékből is jöttek, de maradjunk csak ebben a kis régióban. Ha azt nézzük, jóval kevesebb gyerekből, jóval nagyobb mértékben jelenik meg állami döntésnek, amit azt hiszem, hogy nehéz firtatni, hogy a szakképzésbe menjenek, látjuk azt, hogy micsoda problémák vannak a szakemberekkel. Ezt is lehet támogatni, tehát a merítési lehetőség kisebb lett, jóval kevesebb gyerekből kell megtölteni ugyanúgy az iskolát. Nos, Szerencsen és környékén még legalább 10 évnek el kell telni, hogy ez a demográfiai mélypontról való visszaindulás, a születések száma legalább olyan merítést tegyen lehetővé, mint 12 vagy 10 évvel ezelőtt. Ez ténykérdés. Ténykérdés az, hogy együtt kell, hogy működjünk a szakképzésben. Ezt az önkormányzat is támogatja, az egyházmegye is támogatja, az állam is támogatja. Ez az intézmény már nem csak gimnázium, hanem szakképzéssel is foglalkozik. Tehát amit én látok a gimnáziumi osztályok mellett, a szakképzésnek a megerősítése mindenféleképpen, mert ez a jövő. A helyi önkormányzati képviselő kezdeményezésére Szerencsváros önkormányzata május 24-én rendkívüli ülésen tárgyalt a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum, valamint a Bolyai János Katolikus Általános Iskola tervezett összevonásáról. A képviselőtestület támogatta az ügyben megfogalmazott és az intézmény fenntartónak megküldött polgármester ajánlásait, az intézmény jövője iránt érzett felelősséggel formált véleményt a gimnáziumról és egyhangulag foglalt állást az önálló Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum önállósága mellett. A képviselőtestületnek a jelenlévő tagjai is azt fejezték ki, hogy nem kívánatos az iskola összevonása, nem kívánatos az, hogy az iskolának a neve, az iskolának a szakmai önállósága elvesszen. Nyilván ezt is tudattuk a főegyházmegyével. A rendkívüli testületi ülésen Gál András képviselő, valamint a Katolikus Gimnázium korábbi igazgatója szólt arról, hogy a 68 esztendős Bocskai az agglomeráció szellemi műhelye volt mindig, amely 60 ezer ember oktatását vállalta magára. A képviselő elmondta, hogy amíg városi működtetésben volt az intézmény, addig az ország legfejlettebb középiskolája volt. Majd miután a Miskolci Tankerületi Központ irányítása alá kerültek, Gál András kérte a katolikus egyházat a Bocskai működtetésére, bízva az anyagi jobblétben és a keresztény szellemiségben. A képviselő szerint az egyház által tervezett fúzió hátránnyal járna a nagymúltú iskolából, ennek következtében megindulna az elvándorlás. A jelenlévő képviselők Rábainé Véganet, Bobko Géza, Gál András, Gábor Zsuzsanna, Nyíri Tibor és a távol lévő Gál Tamás sem támogatta az intézmények összevonását. Az intézmény fenntartójának május 24-én elektronikus levélben szerkesztőségünk megküldte kérdéseit, jelezve a témában interjú készítési szándékunkat. Megkeresésünkre válaszolva az EGRI Főegyházmegye oktatási osztálya arról tájékoztatta szerkesztőségünket televíziónkon keresztül az intézmények diákjait, pedagógusait és alkalmazottait, hogy Szerencsvárosában lévő két intézmény az idei évben tervezett összevonása a megfogalmazott véleményekre tekintettel nem valósul meg. Mi már nekünk sem jogi lehetőségünk nincsen, semmilyen lehetőségek nincsünk, csak a véleményünket fejeztük ki az érsekség felé, tehát nem vagyunk döntési helyzetben, de örülök neki, hogy a véleményeket minden oldalról figyelembe vették, és úgy néz ki, hogy mint a bizonyos illés számba a kérdés, hogy happy end nincs, de van, de itt nem áll meg a történet, hanem tovább kell dolgozni azon, hogy az iskola még jobban megerősödjön és tudja biztosítani a beiskolázást. Egyúttal az EGRI Főegyházmegye bízik abban, hogy a fenntartásában működő intézmények pedagógiai munkája eredményesen szolgálja az ott tanulók szellemi, lelki, vallási fejlődését és növekedését.
Kovács Anna Mária Cini idén 14. alkalommal rendezett Örök Mozgásban táncestet május 20-án este a Szerencsi Kulcsár Anita sportcsarnokban. A világjárvány miatt az elmúlt két esztendőben nem rendezte meg Batári Kovács Anna Mária táncpedagógus a nagy népszerűségnek örvendő Örök Mozgásban táncestet, azonban idén a nyári szünidő előtt sikerült az ifjú táncosoknak felkészülni, majd ezen a programon bemutatni, mire is képesek. A rendezvény résztvevőit Kont Zsófia térségországgyűlési képviselője üdvözölte, és örömét fejezte ki, hogy a 150 gyermek, szülők, rokonok és barátok előtt mutathatja meg színpadon tehetségét. Nyíri Tibor a város polgármestere gratulált Batári Kovács Anna Máriának az Örök Mozgásban táncest megszervezéséért és a gyerekek táncoktatásáért. Köszönetét egy virágcsokorral fejezte ki a pedagógusnak. Ez az este jó alkalom volt arra, hogy a 150 Szerencsi, Tiszalóci, Mádi és Tokai gyermek népes közönség előtt mutassa be az elmúlt évben tanult koreográfiákat. Őszintén szólva nagyon nehezen, rengeteg gyerkőcöm kiesett, akik most már nem is csatlakoztak vissza. Tehát azért látszódott az előadáson, hogy kevesebben vagyunk, mint az elmúlt években, de összességében, aki viszont maradt, azt mondhatom rájuk, hogy a kemény mag, és látszódott, hogy már nagyon-nagyon várták, és nagyon élvezték az előadást. A gyerekekre azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon lelkesek, és tényleg látszik rajtuk egyébként ez a két év kiesés, úgymond, hogy nem volt közönség, nem tudták megmutatni magukat. Mondok egy példát, két héttel vagy három héttel a verseny előtt, áprilisban voltunk versenyezni, és felkérést kaptunk, hogy menjünk el fellépni. És ezen a fellépésen tudatosult mindenkiben, hogy már csak az is problémát jelentett, hogy hogyan megyünk fel a színpadra, hogyan jövünk le, és két hét volt kigyakorolni azokat a hibákat, amik ott kiütköztek, és most viszont az előadásig egy hónapunk volt gyakorolni. Azt javaslom, hogy jobb minél korábban elkezdeni. Hát a kicsikkel 3-4 éves korban szoktam foglalkozni, vagy kezdjük el a foglalkozást, és most ez a két év arra volt jó, hogy nem 3 évesen álltak először színpadon, hanem ugye 5-6, és meg is mutatkozott, hogy nagyon összeszedettek voltak. Egyedül mentek föl, egyedül jöttek le, és egyedül táncolták el a koreográfiát, nekem nem kellett mutogatni előtte, én elvégezhettem közben a dolgomat. Az idei esztendőben a finálé is nagy változásokon ment keresztül, néhány perc erejéig Batári Kovács Anna Mária növendékei egyszerre táncoltak a Kulcsár Anita sportcsarnok küzdőterén. Kicsit más volt az előző évekhez képest, mert akkor egy 7-8 perces koreográfián belül minden csoport külön bemutatta a saját kis részét, és a végén egy 2-3 perc erejéig volt a közös ösztánc. Most viszont 3 megtanult koreográfiából állt össze a finálé, és a végén egy másfél percben táncoltak együtt a gyerekek. Az esten a fellépők különböző stílusú táncokat mutattak be, amit a hozzátartozók vastapssal jutalmaztak.
A Bodrog keresztúri faluházban ünnepelték a tagok május 20-án a Hegyalja kapuja, mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők egyesülete fennállásának évfordulóját. A meghívott vendégeket Zvolenszky Sándorné, a civil szervezet elnöke üdvözölte, aki beszédében kiemelte, hogy a civil szervezet tagjainak ez egy nagy pillanat, hogy együtt ünnepelhetik az egyesület 30 éves évfordulóját. A jelenlegi elnök köszönetet mondott az alapítóknak, tagoknak és a támogatóknak, hogy 3 évtizeden keresztül fennmaradhattak. Ezután lépett színpadra első produkciójával a budapesti Roll Dance kerekesszékes tánccsoport, akik megható produkcióval készültek a születésnapra. Il est temps de Koncz Zsófia térség országgyűlési képviselője gratulált a civil szervezet tagjainak, hogy ilyen összetartó közösséget tudtak létrehozni évtizedekkel ezelőtt, és az is komoly feladatnak bizonyult, hogy egy ilyen nagy taglétszámú egyesület tagjait összetudta fogni a vezetőség. Bobko Géza, Szerencsváros alpolgármestere szintén elismerően szólt a munkáról, majd gratulált a vezetőségnek és a tagoknak, hogy sokat tesznek a sorstársaikért. Az ünnepi köszöntők után Újvári Marika a Szeressük egymás gyerekek című dalt adta elő. Ezután a Monoki Kossuth Népdalkör mutatta be az alkalomra készített műsorát. Közben a vendégek közül többen táncra is perdültek. Majd Galgóci Ferencné, az Ondi csoport vezetője mondta el köszöntőjét és saját versét is elszavalta. A műsor után díjazták azokat, akik sokat tettek a Hegyalja kapuja mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők egyesülete fennmaradásáért. A Szerencsi Híradó adásában szemezgetünk a május 27-én megjelenő Szerencsi Hírek közéleti havi magazin legújabb számából. A címoldalra ez alkalommal az Örök Mozgásban táncest fináléja került, amely keretében Batári Kovács Anna Mária 150 növendéke lépett fel május 20-án a Kulcsár Anita sportcsarnokban. A Mozaik rovatban arról olvashatnak, hogy Szerencsen a Rákóczi vár kertjében május 8-án Dobberman klubshowt rendeztek. A tenyészemlefogás próbával kezdődött, ahol a kutyák megmutathatták őrzővédő képességüket. Ezt követően a bírálatok következtek, ahol előre meghatározott szempontok alapján értékelték a dobbermanokat. Nyíri Tibor Szerencsváros polgármestere kifejtette véleményét a Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum összevonásával kapcsolatban. A város első embere elmondta azt, hogy Szerencsváros önkormányzata a tervezett szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan nem rendelkezik jog és hatáskörrel, azonban kérte az EGRI főegyházmegyét a körültekintő döntés meghozatalával kapcsolatban. A Szerencsi Bocskai István
Katolikus Gimnázium és Technikum, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola végzős tanulói búcsút intettek az oktatási intézménynek, a diákévnek, hiszen szeptembertől várja őket a felsőoktatás vagy a munkavilága. Mindkét intézményben megható ballagási műsor tartottak a hagyományoknak megfelelően. A májusi lapszám egy kerékpáros különkiadással is bővült, amelyben a mozgás fontosságára és a kerékpáros közösség építése hívták fel a figyelmet. A Szerencsés Sziget Alapítványa tragikusan fiatalon elhunyt Kis Attila gimnáziumi igazgató helyettes emlékére, valamint a sport jellegű természetjárás népszerűsítése érdekében immáron 19. alkalommal szervezett május 7-én emléktúrát a Szerencsi Dombvidéken. Idén új útvonalon jutottak el az egykori igazgató helyettes megyaszói síremlékéhez, hogy fejet hajtsanak emléke előtt. A sportrovatban többek között arról olvashatnak, hogy 4. alkalommal rendezték meg a szlovákiai Szinnán május 14-én a meghívásos szabadfogású nemzetközi emlékversenyt. A rangadón 6 ország 13 egyesülete vett részt, köztük Magyarországot Sárospatak és a Szerencs VS-e birkózói közös csapattal képviselték. A szerencsi birkózó szakosztályból 7-en vettek részt a versenyen, akik szép sikereket értek el. Sok szeretettel ajánlom figyelmükbe a Szerencsi Hírek közéleti havilapot. Olvassák bátran! Hazai pályán vereséget szenvedtek az SVS-e kézilabdázói a hevesi Ese játékosaitól a női ifjúsági harmadosztály D csoport 26. fordulójában. A Kulcsár Anita sportcsarnokban május 21-én megtartott mérkőzésen a hevesiek már a játék elején megszerezték a vezetést, és szinte a teljes összecsapás alatt domináltak. A csapatok 13-17-es hevesi vezetésnél mentek pihenőre. A második játék részben a szerencsiek megpróbálták ledolgozni a hátrányt, de az erős hevesi védelem sorozatosan összezárt. Ezen a támadó hazai gárda csak nehezen jutott át, és ezért sok dobás pontatlanra sikeredett. A hevesiek eközben jól felépített és precíz dobásaiknak köszönhetően a mérkőzés végére 10 pontra növelték előnyüket, majd magabiztosan fejezték be az összecsapást. Azt azonban mindenképpen meg kell jegyezni, hogy küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak a szerencsi lányok, ugyanis a találkozó végéig lelkesen harcoltak. A végeredmény Szerencs VS-e Hevesi Ese 21-31. A szerencsiek a szezonzáró mérkőzés után 30 ponttal a tabella 6. helyén végeztek. Tisztelt nézőink, műsorunkat megtekinthetik az interneten és a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss iradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!